Szóval Arany is én. A legelső emlékeim azok gyerekkoromban nyúlnak vissza. Nekünk nem mondhatom, hogy túl nagy könyvtárunk volt. Minden esetre volt egy Petőfi összes. A bátyám kapta a jó tanulmányi eredményeiért, ez benne is van a könyvben. Volt egy fantasztikus díszkiadása Aranyballadáinak, ugye a feszti képekkel, és volt egy nagyon szép, szintén díszkiadásban három kötetes toldi, a toldi trilógia, és pár jókai regény, erre emlékszem gyerekkoromból. Ezeket mind-mind nagyon szerettem, és nagyon elbűvöltek, különösen ez a díszkiadásos aranyballada. Annál szebb vallomást én se tehetek, mint amit Orbán Ottó egy késői versében, 992-ben írta ezt a verset, amikor már beteg volt, Epilógus az a címe. Nem egy vidám vers, és valahogy így fejeződik be, hogy unlak föld, és a panaszdal még betegen sem vigasztal, csak a nyelv az, amit beszélője élvez. Arany János aranypénze, melyet nem váltottam rézre, de megőrzök, míg a gyönyörtől lúdbörzök, mert mint rokkantat a gyógyvíz, ő is símogat és őriz, és majd ha voltam, fölkelt és sétáltat holtan. Főleg az én költészet az olyan őszinte és olyan bensőséges titkokat árul el arról, aki írja, és olyan éppen ezért olyan közel tud kerülni a másik emberhez, hiszen ugyanazok a bánataink, ugyanazok az örömeink, és hogyha ezt valaki jól meg tudja fogalmazni, hogyha úgy érzem, mintha ezt én fogalmaztam volna, akkor az óriási segítséget tud nyújtani egy adott pillanatban, vagy nagyon meg tud erősíteni valamiben. És nagyon fontos az is, hogy azt érezzem, hogy közösséget tudok vállalni valamiben, valakivel. Tehát azt érzem, hogy nem vagyok egyedül, hanem az az érzés, az a gondolat, az az öröm, az a fájdalom, az egy közösség részévé tesz. Mert ugyanennek örül, vagy ugyanettől szomorkodik valaki más is. És akkor már nem azt érzem, hogy egyedül vagyok ebben a nagy világban, a saját ilyen-olyan lelkemmel, hanem vannak társaim. És ez önmagában már megerősít a létezésben.